koszorúzás a Kumpiéta emlékműnél, emlékező istentisztelet, megkezdődött a kórházi dolgozók oltása, szerencsére kevés az influenzás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 11-én 18 óra 5 perckor. A megemlékezéssel kezdjük híradásunkat. Koszorúzásra került sor a templomkertben található II. Világháborús emlékműnél. A Doni katasztrófa 78. évfordulóján vasárnap főhajtással emlékeztünk Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész Kunpiéta emlékművénél. Ahogyan lassan már egy éve megszoktuk, az ünnepeink, megemlékezéseink, gyásznapjaink picit másképpen telnek, mint az előző időszakban. De azt gondolom, és szerintem ezzel így van minden karcagi, és minden magyar, hogy azokat az ünnepeket, megemlékezéseket, azokra az hősökre való megemlékezést, akik a múltban nagyon sokat tettek Magyarországért, hazánkért, és természetesen, ahogy itt a hátam mögött a nagyon sok névből látszik, karcagért is, rájuk mindig emlékezni kell. Mindegy, hogy milyen időjárás van, mindegy, hogy milyen körülmények között, főleg ez a mai napon azt gondolom nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy az ott odaveszett magyarok, karcagiak milyen körülmények között vesztek oda a hazáért. Tehát fontos az, hogy minden körülmények között emlékezzünk hőseinkre. Az emlékműnél Karcag város lakossága és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Rózsa Sándor jegyző és dr. Pintér Zoltán Árpád képviselő helyezte el a koszorúját. Az 1943. januárjára már több mint fél éve hadműveleti területen lévő, erősen leharcolt állapotban lévő II. Magyar Hadsereg, még az akkori határainktól több mint 1200 kilométerre lévő kanyargós dombfolyó partján is 300 kilométer hosszú arcvonalon védekezett, karöltve olyan román, német, illetve olasz csapattestekkel, amelyekkel sem az együttműködés, sem a megfelelő integráció nem volt megoldott. Ha belegondolunk, hogy 1943. januárjára az orosz tél, az elégtelen fegyverzet, a nem megfelelő felszerelés eleve rendkívül kellemetlen helyzetben érintette a II. Magyar Hadsereget, akkor talán nem csodálkozunk azon, hogy január 12-én a szovjet vörös hadsereg ellentámadása az Urivi hídfőn viszonylag könnyen törte át a magyar arcvonalat. A Doni katasztrófa meggyőződésem szerint kollektív tragédiáink egyik legnagyobb eleme. Azonban katonai vereségként is értelmezhetjük, de hatásai messze túlmutatnak ezen. Gondoljunk csak bele, hogy társadalmi politikai következménye, hogy a kiugrás előkészítését előkészítő erők megacélozták elszántságukat a vereség hatására. Az is egy nagyon fontos tényező, hogy ezt a hadsereget nem erre a célra, hanem a revízió folytatására hozták létre, így tulajdonképpen haderőt a keleti fronton úgymond eltékozolta az ország. Szintén van egy nézőpont, amely viszonyítási pontként tekint a Doni katasztrófára, és gyakran a mohácsi csatával rokonítják, holott én úgy gondolom, hogy hatásaiban, következményeiben messze túlmutat a mohácsi csata nemzeti tragédiáján. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szocializmus évtizedében nem lehetett megfelelően emlékezni a Doni katasztrófa hatásaira, nem lehetett kegyelettel ápolni az itt elesett katonahősök emlékét. Én úgy gondolom összegzésképpen, hogy minden nemzet a maga jövőjét építi, de minden jövőépítés a nemzeti múlt tapasztalataink kell, hogy alapuljon, és ilyen formán helye és szerepe van a győzelmek mellett a nagy katonai vereségeknek is, hiszen ebből lehet tanulni, ebből lehet a jövőre nézve releváns következtetéseket levonni, és ilyen formán helye van a mai magyar nemzeti politikában a Doni katasztrófa emlékét napjának. Továbbá Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke a megye lakossága nevében nyújtott mécsest a II. Világháború áldozataira és azokra a katonákra emlékezve, akik kötelességük teljesítése közben estek el a Doni katasztrófában Voronyes környékén. Emlékező istentiszteletet tartottak városunkban, Karcagon, a Doni katasztrófa évfordulóján. Ez volt a II. Világháború legnagyobb magyar katonai tragédiája. A II. Magyar Hadsereg román, olasz és német csapattestekkel Magyarország mostani határaitól 1200 kilométerre, mintegy 300 kilométer hosszúságú harcvonalon védekezett.
1943. január 12-én a jelentős fölényben lévő szovjet csapatok áttörtek, és kezdetét vette az addig is több tízezres veszteséget elkönyvelő II. Magyar Hadsereg tragédiája. Az ezt követő hetekben a magyar katonák és munkaszolgálatosok tízezrei estek el. Ha nem tesszük föl az elemi kérdést, hát hogy kerültek oda a magyar katonák a Domkanyarhoz? Hát kedves barátaim, azért, amiért Péter börtönbe került. Ugyanazért. Az igazság miatt. Az igaz ügy miatt. És az igazságtalansággal szembeni küzdelem miatt. Mert még egyszer, Péter azért került a börtönbe, mert kiállt Jézus igazsága mellett, aki azt mondta, az az igazságtalanság, az a tisztátalanság, ami mutatkozik és amiben élnek emberek, az nem tartható tovább. Meg kell tisztítani, helyre kell állítani a rendet, a dolgokat és az igazságot. Márpedig azért kerültek oda a Domkanyarba a mi magyar katonáink, mert megelőzte ezt a dolgot egy bődületes, világszintű igazságtalanság, a Trianon. Azért kerültek oda, mert elfogadhatatlan volt a trianoni békediktátum. Gondoljunk arra, hogy még ma is elfogadhatatlan, pedig 100 év eltelt. Ma is felfoghatatlan. Nemhogy egy évtized, vagy éppen másfél évtized távlatából az, hogy a gyönyörűséges Erdély, Felvidék, Kárpátalja, a kunok lakta Délvidék, de Burgerland és mondhatnám tovább a szlovén területeket, Szlavóniát, hogy egyetlen egy döntéssel, amiért ezer esztendőn keresztül harcoltak, az idegen népek alá került. Elfogadhatatlan volt, és így gondolkodott mindenki, aki épp elmélyű és épp lelkű volt itt Magyarországon, a csonka Magyarországon, hogy nem mondhatunk le a kincses Kolozsvárról, Kassáról, nem mondhatunk le Szabadkáról, nem mondhatunk le Munkácsról. Ez volt az az igazságtalanság, ami ott dolgozott a magyar emberben. És éreztük, hogy nem maradhat így. Úgy ébredt föl minden nap abban a korban a magyar ember, mint az, akinek levágják az egyik végtagját, és fantom fájdalmai vannak. Ebben az igazságtalanságban telt a nap. Ennek az igazságtalanságnak az érzése töltötte el a magyar emberek lelkét minden nap. És persze várt a magyar, várt. Azt várta, hogy egyszer csak majd kiállnak a francia, az angol és az amerikai politikusok, és azt mondják, bocsássatok meg magyarok, bocsássatok meg. Látjuk, hogy igazságtalanság történt. Higgyétek el, hogy Péter se akart bekerülni a börtönbe. Jakab se akart meghalni. Ők azt várták, hogy majd egyszer a zsidó papok, a zsidó farizeusok elolvassák végre a saját bibliájukat. És azt fogják mondani, Péter, hogy milyen igazatok van? Hát tényleg Jézus a megváltó. Na de mi történt? Az történt, hogy a zsidó főpapok, a zsidó papság és a farizeusok, és ezzel együtt Heródes a hazugság mellett maradt. És bebörtönözték. És kivégzésre várt.
És az történt, hogy hiába várt a magyar nép, a magyar nemzet arra, hogy megoldódjon ez az igazságtalanság, és helyre billenjenek a dolgok, és egyszer csak megjelent, és egyáltalán nem örömmel léptünk kényszerházasságba. Egy megoldás. És emiatt került 200 ezer katona a Donkanyar mellé. Nem örömmel és nem nagy lelkesedéssel. Tessék elolvasni a visszaemlékezéseket. Egyáltalában nem harcos nép a magyar. De nem látott más megoldást. Nagyné László Erzsébet a Kátai Gábor Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint már január 5-én a kórházunkban is el tudták kezdeni a koronavírus elleni oltóanyagok beadását az intézmény dolgozóinak. A főigazgató külön köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, hogy már az elmúlt év végén elérhető volt hazánkban is az oltóanyag, így a megyénk mielőbb hozzájuthatott a vakcinához. Szólt arról is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ oltási ütemtervének megfelelően halad majd az oltási sorrend. Január első hetében nálunk is megkezdődhetett, konkrétan a második munkanapon már a dolgozók védőoltása. Természetesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ oltási tervének megfelelő ütemben kezdtük meg és folytatjuk le az intézmény dolgozóinak védőoltását. Tehát első ízben a szakorvosok, a COVID-ellátásban, fekvőbetegellátásban résztvevő szakorvosok, szakdolgozók, szakápolók kapják meg a védőoltást, illetve hát a járó beteg ellátásban, kimondottan a képalkotó diagnosztikai részen, illetve akik a legtöbbet találkoznak, lépnek kontaktusba a COVID gyanús vagy COVID pozitív betegekkel. Az intézmény november 9-e óta ki van jelölve a koronavírussal fertőzött betegek ellátására. Így a tapasztalatok is azt mutatják, hogy az oltások mielőbbi beadása fontos, hiszen segít a járvány leküzdésében, amellett, hogy ingyenes és természetesen önkéntes alapon történik. November 9-e óta intézményünk is ki van jelölve COVID beteg ellátásra. Sajnos tapasztalatunk az szinte általánossal megegyező, hogy a egészségügyi dolgozók is nyilván kockázatosabb helyen dolgozván, de ki vannak téve még jobban annak, hogy elkapják ezt a betegséget, hiszen a dolgozóinknak mintegy 25%-a már átesett ezen időszak alatt, vagy az őszi időszak alatt ezen a betegségen. Ők nyilván most nem részesülhetnek a védőoltásban, de ha letelik az a bizonyos 6 hónap idejük, akkor ők is megkaphatják a védőoltást, és majd ezt követő ráoltást is. A mai nappal megkezdődött, ez azt jelenti, hogy a héten a jelentkezett dolgozóink beoltása megtörténik. Reméljük, hogy ezt követően még többen fogják igénybe venni ezt a védőoltást úgy a saját dolgozóink közül, mint ahogy ezt követően a területi ellátási kötelezettségünkbe tartozó települések alapellátási feladatait ellátók, illetve az országos mentőszolgálat kollégái, a védőnök, a betegszállító kollégák oltását is a intézményi szinten fogjuk tudni megoldani. Az ehhez szükséges vakcina rendelkezésre áll a megyei intézményben. A hűtést ott tudják biztosítani, és az onnan elhozott vakcina pedig 5 napon belül felhasználható. Természetesen ütemezetten a jelentkezők be vannak osztva, és naponta 2 szakorvossal, megfelelő asszisztenciával, adminisztrációval biztosítjuk a védőoltások beadását. Mindenkinek javaslom, hogy vegye igénybe, úgy az egészségügyben, szociális ágazatban, dolgozók körében, mint a magyar lakosság körében ezt a lehetőséget, hiszen ingyenes, térítésmentes, csak önkéntesség kell hozzá, és nyilván felelősségtudat. Az első napon beoltott több mint 30 szakdolgozó véleménye és tapasztalata alapján egy fájdalommentes és hosszú távon védettséget adó, a legmodernebb technológiával, magyar tudósok közreműködésével is előállított oltóanyagról van szó, amely a 21. század világjárványát meg tudja állítani.
Így a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy felelősségteljes hozzáállással, önkéntes alapon bár, de vegyék igénybe a koronavírus elleni oltóanyagot, hiszen Magyarország kormánya ingyenesen elérhetővé téve a vakcinát segít túljuttatni az embereket ezen a mindenki számára nehéz időszakon, hogy az életük visszatérhessen a normális medrébe. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint december 28 és január 3 között 2200-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz. A Karcag Televízióhoz eljutatott közleményben azt írták, hogy az 53. héten sem a házi orvosok által, sem pedig kórházban ápolt betegekről levett mintákban nem találtak influenza vírus a laboratóriumi vizsgálatok során. Az adatok szerint az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók 10,3%-a 0-tól 14 éves, 37%-a 15-től 34 éves volt. A betegek 38%-a a 35-59 évesek korcsoportjából, 14%-a pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!